Sziasztok, én Dinosz vagyok, és a mai videóban folytatjuk a 100 baba kihívást, és az a célom, hogy hol itt olyan terhes legyen, és meg is van a jelölt, csak először kéne felszenni jártasságot, hogy tudnának tovább tanulni, mert az kell, hogy jártasság hiányzik nekik. Én most elküldöm hallgatni őket. Igen, jó lenne, ha nem fagyna le. Sims. Jó? Jó, lezanyozik, utána megy hallgatni. Jó. Mindegy. Most ez a fontos, hogy jártassák. Jó, ennyi tévé elég kérje, mert Holly, neked kéne foglalkozni a gyerekkel, mert valami baja van. Jó. Utána el kéne menni, ismerkedni. Jaj, nem. Véletlenül sem nem ezt akartam. Hanem, fejezze addig a Gitár jártaságot. Mi? Mi a baja? Nem érdekelsz, tehát... És semmilyettek ebbe a részbe. Jó. Megetettő és... utazzon el. Ebbe a részbe remélhetem tipegővé vál. Na, most akkor utazzon egyedül. Nos, itt is vagyunk. Most kaptam karácsonyra ez a boss is kiegészítőt is, és most ő lesz a, egy varázsló lesz egy kövi apa, és emélyetre bossi lesz, mert még nem tudjuk Richardról, hogy ő vampire. Jó, remélhetően itt van a kiszemelt. Állítva, itt otthon van. Ah, itt van. Tomax lesz. Jó. Nem ének? Nem. Váltságos bemutatkozás legyen. Nos, jössz. Jó, ez. Szerintem a jártasság fejlesztés az majd hétvégén lesz. Jó. Jó, tök jó indul, mi mindig. Fel napján. Először a barátságukat kéne felvinni, ami egészen jól megy. Ó, oké, halásznak ők. Úgy, jó. Jó. Nagyon flörtös Holly, tehát az most ki kéne használni. Temeltő romantikus irányba. Ó, és fel is neveztjük. Ahogy hazaérünk, ez az! Na? Jó. Oké, szingli, reméltem. Majd sejtettem is, hogy egy szingli. Akkor minden jó.
Nem, még mindig nem. Ja, nem kell, nem. Ez ne ezt. Egyet már adta. Bokolyom. Jó. Mindjárt. Jó, próbáljuk meg az első csokkot. Jó. Tutti. Szuper. Most már. Jó. Jó. Most? Oké. Na, nézzük meg a babát. Sikerült-e? Vagy nem? Közben megnézem meg, milyen ez a ház. Egészen jól néz ki. Igazából nekem tetszik, bejött. Jó, gyorsan felgyorsítom. Egészen jó, majd nappalit fogom majd fejleszteni. És kaptu új növényeket a bosszis kiegészítő által, azt majd meg kéne nézni. Egyúttal eltoljam a észbe, meg is nézzük, hogy milyen új növények vannak-e. Ez az, oké. Most igazából cél megvan. Amúgy a popo. Don't, akkor jött, át kéne hívni most. Egyúttal áthívjuk őket. Jó. Hogy csak barát, és fel kéne romantikát hagyni, mert ő lesz majd a férjem Holinak, és nem kéne elveszteni. Tehát most hazamegyünk, foglalkozunk a gyerekekkel, meg önmagával, és ja, áthívjuk a fiúkat. Persze, egyesével. Nos, először hívjuk át a kiet. Igen, hogy csak barátok legyen. Másodszor. Hú, milyen sok bajotok van. Jó. Állt. Jó. Ne tévézzél, hanem egyé. Hát nem jutottak semmire. Egyet fogott. És egyet fogott. És ja. Jó. És utána növesszük fel, és derítsük ki, hogy nem ez akadtam, hogy van pi egy. Jó, jó, jó. Oké, akkor Bixi. Biztos. Jó. Jó. Először, ő tök jó van, akkor menjen halászni. Ő éhes, szórakozásra van, és beszélgetésre. Tehát beszélhetnétek. Jaj, szomorú. Oké. Szerintem ne. Ó, nénikéje. Ó, egy, kettő, három. Nem a. Átváltott egyetlen? Mindegy. Független. Nem tudom, hogy átváltott vagy szórakozott. Ó, de helyes fiú. Le. És ez az. Nagy valószínű. Ez az Vampi! Hú! Ként
sejteknél vagyunk. Hú, ez az, sejtettem, hogy van pipi. Ez az, ülök neki nagyon. Már 9-nél vagyunk. Szépen lassan haladunk, oké. Ő független, tehát menjen bilizni. Jó, ő még jól van. Ő így beszélgetne. De ne sakkozzál, hallod? Ne sakkozzál. Kicsi fára. De... Jó, valamiért James mindig sportolni akar. És egyes szintű. Tehát... Nem. Mindketten bajotok van. Szülőkő is le. Kezdettek el beszélni, utána mehettek aludni. Jó. Ja, igen. Foglalkozó, aki van, hogy... Nem. Nem. Jó. Kicsi szomul, most kicsi még jobban szomul, tegyő. Hát, bocsász. Csak fiaid miatt kellett. De ez a kihívás, sajnálom. Jó. Na. Mondd már meg, nem beszéljetek csoportosan. Hú. Legyen egy csak baj. Oké. Jó. Jó, most... Bocs, utána hazaküldünk. Hogy don't áthívjuk. Jó. Jó, hívjuk át. Vegyen fürdőt utána. Jó. Jó, menjen fel. Jó. Egészen jól felment. Jó, azért menjen fel teljesen. Házit is kéne írni velük. Ó, itt van. Csak így bejött. Jó. És kéne segíteni is, tehát a házi meg ilyesebből. Tehát ilyen meg a házit. Ilyen meg a házit. Te is írd meg a házit. Te mennyi enni. Ó! Jó, gyere haza. Így is tettél valamit a család kasszába, meg feleszettél. Írd meg a házit. Na. Jó. De miért nem lehet? What? Mi ez a látszó? Ja! Oké. Ez már megkérdeztő.
Jó. Úgyis éjszaka van, tehát holnap reggel találkozunk. Hétvége lesz, tehát ki tudom maxolni, és kéne majd fotót gyorsan csinálni, mert szegény Michael gyerekkorában nem csináltam semmi, közben átjött mély. És így lehetetlen jártasságot csinálni velük, mert mindig van baja, de ilyen hogász, kérlek. De mi? Dehogy. Ja, munka. Igen, ez is. Ja, meg a sejöst is megkaptam, és most már lehet kapni a munkákat. De az nem lehet. Jó, ha már ott vagyok, akkor vegyél egy fürdőt. Jó. Micsit pedig szépen halad, és ez végére meg kéne. Múlja pont te hány. Ah. Ja, ő is te maximalista. Kleptomániás. De hallgasszál, könyörgöm. Miért nem tud, ha... Nem. Jó, ő amúgy 4-es, tehát fel tud növeszteni. És a három fiút pedig ki tudjuk költöztetni. Akkor menjél oda hallgászni. Te is menjél oda hallgászni. Most azért, mert nincs kedvettek? De jó! Beimádom mindenki. Majd hétvégén meg fogok csinálni. A nappali jobb tévé lesz, reméltel könnyen bent fognak. Jó. Hát így esélytelen, hogy bármit is csinálni, de szerintem hétvége fog jönni, és az következő részben lesz. Na, ő horgászik, ő valamiért tud horgászni. Hát, kedvem miért. Jó. Ó, neked is minden bajod van, de imádlak titeket, hogy nem lehet. Hazajöttök suliból, egyből rossz kedvetek van. Jó, nézzen. Ezt? Mi fel lesznek? Ne a főzés. Ez jó lesz. Jó. Jó, bocs, de... foglalkozunk Richarddal. És őt mindjárt átváltoztattam. Tanulókártya. Jó, bilízés. Mindjárt meg lesz. Képzelem, megvan, mozgás jó lesz. Mindjárt meg lesz a kommunikáció, a gondolkodás. Jó, szép lassan is meg lesz.
És lehet, hogy hétvégén ő is meg lesz, ami a következő részben lesz. Addig gyorsan fel... Jó, másod szint. Második szintű. Jó, te ne aludjál már. Hogy van Holly? Ó, már második. Jó. Jó, jó, jó. Mennyi ide? Színváltás, és gyorsan csináljuk meg, utána vége lesz ennek a rész. Nos. Így néz ki, drága lattus, hogy csáltunk. Jó, ez mondjuk már nem tökéletes. Amúgy ez jó lenne, csak szemében mi van rajtad. És ne... Na, ez tök jó, ez így tetszik. Még tudnak felöltözni nyáron meg a téli ruhára, így, és vampi, yeah. Oké. Majd gyorsan átváltoztattam normálisává, és utána megmutatom, hogyan is néz ki. Nos, meg is vagyunk, így néz ki, és megcsináltam fülét, mert hogy tudom, hogy vampi, de... Legyen kicsi normális vámpi, ilyen alkonyaféle vámpi legyen. Van ilyen elegáns, alvós, bulizós, fürdőruhája. Ez a szigált, ez a sáros kiegészítő kaptul, és olyan cuki, és akkor legyen ez, ha már választotta, meleg és hideg. Tehát így néz ki a mi Richardunk, és ja. Akkor ennyi is lenne ez a mai rész, tehát már 9-en vannam, mert ahogy mondtam, én a természetfeletti a születése óta, ahogy így megszülete, az 2-vel számítom. Ezért nem számítom Patriciát sem, mert az úgy nem ér, mert őt csak átváltoztattam. És akkor hétvégén jön, akkor fel lesz a fiúkkal, hogy ki tudjuk majd lakni őket, meg fel tudjuk növeszteni, és Willit is, hogy legalább legyen Tini, és remélhetőleg a mi Richardunk is gyermekével, ezt tervezem a következő részben, mert hol igazából